Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Dragon Ball következő részében. Megcsodálhatjuk ismét az agresszió kezelés terén hiányos japán gyereköt, úgyhogy erre lehet számítani az elkövetkezendő órákban. Ó, Gabi, tényleg másik fontos kérdés, a Donate Cheer is ad a csatornapot, az igen. Így van kitalálva. Pontosan. De igazából minden ilyen információt megtaláltok a Twitch-nek a Frequently Asked Questions részében, tehát az biztos. Jön! Én nem gondoltam volna, hogy nekem ennyire fog tetszeni ez a játék, hogy őszinte legyek. Horgászni ma nagyon akarok. Igen, az a pontos információ, amit Benni mond. Köszi szépen, Loli. Na figyeljetek, ezt már megnéztük tegnap, úgyhogy neki is feszülünk, hol hagytuk abban. Igen, túl vagyunk azon az elképesztő boss fighton, ami körülbelül egy órásra nyúlt. Nagyon szépen köszönöm a követést. Petyús, nagyon köszi neked is. Gempagép, nagyon szépen köszönöm. Valamint Hakeda ugyancsak köszi, és Huhogány, Huhogány, Jézus már, az valami mítikus állat a Huhogány? Harapós? Féljünk tőle? Hát legyen ez, ugye? Tudja, hogy ez lesz a jó. Szevasz, Kiri Zebra, szép estét. A pomogács egyik alfaja lehet? Huha. Akkor biztos veszélyes. Erősebb, mint egy pomogács? Egy kifejlett, ivarérett pomogácsnál erősebb? Aj. Lehet-e saját karakter cse... Nem. Ja, gyűjtögeti az hát nem az almákat, hanem a gyógynövényeket. A zenéjén amúgy behalok a játéknak. Az ki az a pufi? Oda néz. Nézd a kis uzsi dobozot. Milyen keményen uralja a teret, hogy ott azt a mindenit. Na. Azt a mindenit. Figyelj, körbe lehet járni egyáltalán, vagy nem kell hozzá, ez egy turista vezető, vagy valami. Szevasz, Szűcs Balázs, szép estét. És Kázsóvi, köszönöm szépen nagyon a követést. Mondanék-e pár szót japánul? Hát ez most hogy jött? Ne haragudj. Hát mi vagyok én? Kalendárium. Nem, japánul nem tanultam. Annyit tudok, hogy Ichimi Sanchigo, de ez lehet, hogy ez nem az. Meg annyit tudok, hogy arigato, meg hogy tatami, meg hogy jó, ennyit tudok igazából, de ezt nagyon intenzíven elő tudom adni bármikor. A fia vagy? Vagy a gyereke vagy? Vagy kicsoda? Hát nem a legélesebb kés a fiókban, emberünk. Gohan vagyok, a fia. Yairobe! Ez a neve. Konnichiwa, igen. Azt még tudjuk, igen. De miért? Miért most vizsgáztasz? Vagy mit csinálsz? Sledex amúgy beírta a kérdését, mert... Nem látom nagyon, hogy Sledex beírta. Sledex beírtad a kérdése? Mi a kérdésed? Áruld el nekem, légy oly kedves. Ez az Ichimi Sanchigo... De én eddig tudom. Eddig tudom, Gabi. Megtanították neked karate... Te ilyen karateos legény voltál? Jó, akkor majd vigyázunk veled, szevasz, hetele. Ú, a Bulma. Ja, hogy az időpont. Értem. Discordon írjátok meg ezeket a dolgokat, és akkor válaszolok nagyon szívesen. És azt lehet amúgy tudni, hogy a gyereknek a bal kezébe véve egy hatalmas nagy hús. Úristen, Csaba!
Úristen, figyelj, hallod, rituálisan levegyük a rontást rólad, levesszük rólad a rontást rituálisan, jó, és akkor nem fog sebezni. Figyelj, tibeti hangtállal. Jó? Ez hidd el, hogy ez segít a te problémádon. Na, már megint a kajájára az esze, büdösködök. Mindig csak enne. Megtanít vadászni. Na, ez például egy hasznos képesség lehet. Hát akkor menjünk vadászni. Mire fogunk menni? Uha. Nagyon szívesen, Csaba, remélem ez segít a problémádat, de biztos vagyok benne, hát ez hózér. Na, tulajdonképpen a space-szel, mi ez, a shift-tel tudom megnézni, hogy van-e valami begyűjtésre alkalmas a környéken. Hát egy professzionális, ha vadászt fog belünk csinálni. Három szarvast kell összeszednünk. Aha. Tehát, hogy ezek a szarvasok ugye a környező fák gyümölcseire mennek. És ilyetén módon lehet becserkészni őket. Aha. Tehát három szarvast kellene elejteni, nézd meg. Júj, de gyors a gyerek! Azt a mindeni. Na. Hol vannak ezek a gidák? Oda nézzi, akkor begyorsul. De begyors. Uaj, de meg! Ott vannak, tessék, ott van. Az az egyik. Semmi vér? Se! Segbe kardozom őket. Jelen? Segbe öklözöm őket. Igen. Hát bizony. Megvannak a szarvasok. Tessék, hát ennyi, mert profi vadász vagyok, hagyjad már. Szevasz, Captain Petya, szép estét. Kiváltottam a Discord szobát, meg a személyre szóló és... Discordon írd meg, Laca. Discordon. Hát mindig azt szoktam mondani, Discordon. Jó? Discordon létszik. Ott nem felejtődik el, meg egyáltalán, de Loli megcsinálja neked a szobát. Most. El akar menni, nézd meg. Na, akkor megszobálja, már készen is van. Nagyszerű? Igen, Laca is kiváltotta, igen. Látom, pörögnek most a kiváltások elég rendesen. Polcsi, üdvözöllek, nagyon nagy szeretettel, Szevocsek. Hát a szarvasoknak ebben a játékban ez a sorsa. Roli, te vagy az első a világtörténelemben, aki kiváltotta az ártó szellemek elűzését. Ez most meg fog történni. Figyelj, már küldöm az energiát. És igazából elűztem. Úgyhogy éld az életed innentől kezdve bátran és vidáman, nem lesz gondod az ártó szellemekkel. Ez szinte bizonyos. Aj, bár csak hazamehetnék, mondja a kis gyermek, hát majd biztos lesz olyan is. Ő az egyik barátja. Jaj, Robe. Jaj, megint ez a húzogatás. Jó, oké. Most mi van, Roli? Miért? Nem volt jó? Vagy ennyire jó a szolgáltatás, hogy többször is igénybe kell venni, vagy micsoda? Ugye érezted az éteri testede, hogy mennyire jó most már, mi? Na, jó van, ő kikutatja, hogy itt mi történik. Na, figyelj. Azt, amivel kaptunk experience pointot. Na, hogy volt a gyorsítás? Így. Hát tényleg kik vagytok, és hogy kerültetek erre felé? Hát ez melyik? Ezt már láttam, de nem tudom még mi a neve. Hát három szemű legény. Ilyen.
És Chiaotzu, gondolom én. Érzi a belőlem áramló energiát. Hát azért van ott a harmadik szeme, hogy érezze. Miért zizeg a telefonom? Ja, miért rogattok Discordon? Á, most már mindent értek. Inkább ledobom ide, mert még itt izgalmi állapotba jövök hirtelen. Szerintem ebből fájt lesz. Kami tanított, úgyhogy vigyázzál. Ő instruált, és amikor visszatértem a felszínre, akkor tovább políroztam a technikámat. Hát, beszarok. Nincs jobb ellenfél nálad. Hoha, gyerekek, hát úristen, intenzív fájtok. Most. Vagy legalábbis azonnal. Na gyere! Kritikus csapás! Hát... Jó. Oda néz, Jézus Máriám! Hát mit tud ez a srác? Hogy kivédtem, mi? Most már tudom, hogy melyik a védés gomb, ugyebár. De Jézus már, hogy tudok ilyeneket csinálni? Hát hogy megy ez ennyire nekem? Még hátba is kerülök. Gyerekek, hát ennyire nem lehet jó ez. Hát úgy megbánja, hogy belénk kötött, mint szódás a lovát. Na mi van? Ez volt az első kör. Na, másodikat meg már nem vállalod, mi? Nézze, meg van rogyva egy kicsit emberünk. Nem is csodálom egy ilyen őrületes csihipuhi után. Biztos direkt, igen. Szeretem, ha ezek. Nem, amúgy el akartam mondani nektek valamit. Van ugye ez az új készülékem. Na most, ha én ezt ugye zsebre rakom. Hát gondoljátok egy kicsit tovább. Vagy inkább ne gondoljátok tovább. Az utóbbi időben inkább a táskámba tárolom. Vagy a kabátom zsebébe. Hogy Jerika? Ez egy nunchaku, Gabi. Jój. Na hát ezeket kaptuk, hát örüljünk már neki. Mennyibe kerül a játék? Borzasztóan drága. Iszonyat drága. Nem szabad megvenni, mert szédületes. Fél havi fizetésem. Nem, amúgy nem tudom most pontosan, hogy mennyi volt már. Előrendeltem meg minden. Nézzük meg ugye a fő küldetéseket, mert elvileg az roppant fontos. És ő kicsoda például? Hű, ő már most nagyon hajimézik itt nekünk. Most mi van? Na. Én csak a földről lehet vele beszélni, magasról nem. Piccolo! Lehet, hogy ez egy adok szegény. Lehet, hogy őt is ez a földhöz kell vágni. Nem tudom, Anzal, hogy mit te 40 valahány euró, vagy 36, vagy ezt most nem tudom pontosan, meg tudod nézni, biztos vagyok benne. Hát persze, hogy le akarok veled fájtolni, hát hogy a viharban-e? Most még nevetsz, öcsém, mindjárt nem fogsz. Ajaj.
Karate! Ajaj. Hű, ez kétszer támad, basszus, kétszer. Úgy segbe rugdozzuk, ezt összefossa magát. Sá! Hű, ez kicsit elszábítottam, ez jogos. Na, de menjél már! Hát mit csinálsz? Hát jó ember, hát támadunk. Hű, nem vagyok formában, tegnap jobban ment. Kicsit jobban ment tegnap. De nem baj. Ez még mindig nagyon kevés. Ó, és Atelier Árvai profilja alá lesz írva, ez szinte majdnem, hogy bizonyos. Légy, hogy kedves Discordon elküldeni, jó te is az aláírásra alkalmas linket. És jó estét néked. Te nem dadognál, megjelenne előtted egy zöld lény, akinek be van bugyolálva a feje? Hát, nem, én nap mint nap találkozok ilyenekkel, van bele gyakorlatom. Tanár volnék, vagy mi? Furcsa emberekkel találkozom munkám során. Mit váltottál ki? Mi te is kivált... Mit váltottatok, Pavi? És kiváltotta még egyszer? Hát figyelj, Roli, hát most ismét akarod? Hát figyelj, várja, megy. Tessék. És már is elűztem rólad még egyszer. Most már egyáltalán nincsen rajtad ártó szellem, az hódzihet. Dehogy? Nem. Én a buszon közlekedő emberekre gondoltam, Sledex. Nézd meg, szegény, hogy megszégyenült, mi? Túl nagy volt a szája. Nem kellett volna velem itt izé küzdeni. Neki a zöld kell, ugye, hogy fejlődni tudjon? Akkor miért szedem föl a kéket? Hát mert biztos, hogy az is jó neki. Úristen, felszántja a flaster. Most ezt jól látom? Figyeljetek! Én vittem ki itt ezt a rengeteg kavicsot itt? Vagy ez alapból ilyen? És ő ki lesz? Valami kopasz gyermek. Hello! Oj! De, Roli, határozottan. Most már őrületesebben vagy biztosítva. Piccolo! Piccolo! Kiszama! なかなかの力をつけたようだな あ、ああ 神様のところで修行したから Ja, hát ez Krillin. Hát nem tűnt még föl senkinek. Tudjátok, a gyerek az a játék elejéből. Túl magabiztosan nézel. Illetve magabiztosnak látszol, inkább az úgy tájobb fordítás lenne. Ijesztő volnék? Szánalmas. Na gyerünk, vele is lefájtolunk. Azt is pedig be akartam nyomni a dodge-ot. Na mindegy, nem baj. Ja. Az anyád. Jaj, mit csinálsz? Jaj, nem jó. Nem sikerült bevérni emberünket. Mata zákot
Miért a szikla mellett kell küzdenünk amúgy? Nem sikerül rápoló ápolni amúgy. Amúgy erős a kis krapek, tehát nem annyira béna, mint amennyire gondoltam, de... Először, mikor Fater még az RTL klubos videókazettákra vette fel nekem, mikor suliba voltam. Hát igen. Szép idők voltak azok. Meglehetősen. Na várjatok, azt mondja... Jó, oké. Most így a tuti. Na, szegény gyerekkel is elbántunk. Igen, hogyha nem akarsz meghalni még egyszer, akkor sokat kell gyakorolnod. Gondoljatok bele, mondjuk én is ezt mondanám a suliban. Édes Isten. Na jó, hagyjuk ezt. Például egy tanszaki hangverseny előtt, érted? Micsoda fenyítés. Na, azt hiszem, hogy őt is a barátunkká tettük, tehát tulajdonképpen így működik a játék, hogy oda megyünk különböző személyekhez, meg karakterekhez, akiket jól elgyepálunk, és utána barátaink lesznek. Ugye? Hát így megy ez. A kiskopasz Krillin a legerősebb ember a Földön? Hát tényleg nem volt olyan retteltesen gyenge. Erősebb volt, mint vártam. A másik kettőnél biztos, hogy erősebb, azt tuti. Elvileg oda megyünk. Úristen, de gyors! Hogy megy? Hát dehogy nem, Sledex. Hát ő túléli. Hát ő egy igazi túlélő, egy harcos. Nem néztük meg, hogy mit kaptunk, de biztos nagyon sok minden. Ó, a kígyó útján. Nézd meg, szegény, hogy vándorol, tikkattan, a kígyó útján. Hát ez bizony nagyon kemény. A kígyó útja az nagyon kemény. Hoppá! Ez már a kígyó farka. Na hát igen, most eljött a végére a kígyónak, aztán nincs is ott semmi. Vagy? Na azt kéne ott megnézni, hogy az mi lehet. És megtaláltuk. A piros kockalada, meg a... Hát nem tudom, a garázs hozzá, kettő. Hát hol van? Oh, jaj, hello! Hát te ki vagy, mesé? King Kai! Hogy hívjuk a láb nélküli tehenet? Grand... Vicces figura, bizony. Ő mindig ilyen vicces lesz? Messzire elkerüljük szerintem akkor. Há, vagy te, igen. Reménytelen vagyok, azt mondom.
Masi-masi. Masi-masi? Ez jelenti azt, hogy egy ilyen imiféle vicc fog lecsapni ránk? Vagy micsoda? Aré? Dare mo denwa ni denwa. I better tell a phone. Saika. Nani? Srácok, Imi bent van a játékba? Most komolyan, tehát róla mintázták ezt a karaktert. Kár, hogy most nincs itt Imi. Omae, nani shini koko ni kita? Ora, Kaio-sama ni shikyou. Hát ugye abban reménykedett a srác, hogy vajon tudja trenírozni. I, avagy sem. Ezhez még jobb is? Hát kíváncsian várom, Loli, kíváncsian várom. Nem tudok egy olyas valakit edzeni, akinek nincsen humorérzéke? Hát de neked nincsen, kettőnk közül az Isten áldjon meg, vagy ha igen, akkor az borzasztó. Szeretné mondani egy viccet? Biztos, hogy szeretne mondani egy viccet. Hát nem nagyon tud. Na várjál, hát most nem tudom, melyik viccet mondjuk neki, hát ezt ő elmondta. Mondjuk inkább ezt. Az anyja köcsög. Bocsánat. Nem kell megmondani, Loli. Vagy szólok, hogyha meg kell mondani. Köszi szépen nagyon. Nevet rajta, úgyhogy szerintem célba talált a vicc. Na, egyből a barátunkká tettük. Ezt még verekedni se kellett vele. Van egy új community boardunk. Aha. Jój. Na, hát nagyon nagyszerű. Van egy ilyen community board, egy ilyen. És figyeljetek, az asszonynak miért a tányér meg a kés meg a villa az ikonja? Ezt szeretném megkérdezni. Na mindegy, ez csak egy ilyen költői kérdés volt. Rajta vagyok, Gabi, ne aggódjál. Elég volt a viccezésből? Edzeni jöttem, mondja ő. Aha, tehát hogy előtte le kell tesztelje, hogy lássa, hogy mivel van dolga, vagy illetve, hogy kivel van dolga. Na, most már tudja. Aha, most demózza a képességeit, hogy be tud így feszíteni. Ó. Igen, belül azért tudja ám ő, hogy hú, nem akárkivel van dolga. Elképzelhető, Sledex, nem tudom. Meddig tart a live? Hú. Az idők végezetéig. Legalábbis így tervezem, aztán meglátjuk. Na nézzük, hogy kis hősünk az hol tart és mit csinál. Zabálja az almát. Na. Hát vannak meglehetősen szürreális dolgok ebbe a játékba. Tehát most ezt a bekúszó kígyót például nem vártam volna egy ilyen irtózatosan erőteljes almazabálás után. Tehát dinoszauruszokra fog vadászni. Nagyszerű. Ez meglehetősen veszélyes, óvatosnak kell lennem. Jó. Na figyeljetek. Dinoszaurusz vadászat fog kezdődni. Én már látom is, ott van előttünk. Tehát ezt kéne legyőzni? Tartsd a távolságot, maradj nyugodt. És... Megpróbáljuk leteríteni oldalról. Ujjjj.
És ezt most így hogyan? Hogyan kéne? Hát itt van előtted, hát most hogy terítsem le a dinoszauruszt? Az anyád! Ez meg se akar támadni, hát arra sem éltad, hogy leharcoljon velem, vagy... Mi meg akarja enni az egészet? Figyeljetek, ez hogy kell? Loli! Loli! A dinoszaurusz! Hát, hogy ölöm meg? Olyan hülye feje van. Lakatos Tomika, 2000. Nagyon szépen köszönöm a követést, valamint Kakaós X, neked is köszi. Hát... Ija. Hát de hogy lőjem le? Hát nem tudom lelőni. Ez mi volt? Na várjál, azt mondja, hogy... Aha... Hát nem. Envirág, figyelj, megy az áldás, és természetesen az ártó szellemek elosztatása egy tibeti hangtál segítségével. Figyelj, küldöm. Tessék, egészséged és fogad tőlem nagy szeretettel. Innentől kezdve nem fognak már kísérteni téged ezek a frágya és bunkó ártó szellemek. Minden rontást levettem, teljesen ingyen és bérmentve. Áfás számlát sem kell küldenem. De mit csináljak? Látod? Loli azt mondja, hogy kiáll csak ilyenkor Lolit, hogyha valami nem megy, aztán most meg sehol nincs. Hogy kell ezt megölni? Az anyádat azt már, hát... Vagy másik dinoszaurusz kéne keresni? Lőni kell, de hogy lő? Mivel lőjek? Ne viccelj már velem, nem tudok lőni. Hát lőnék én. Nem tudok lőni. Nem lehet lőni. Hát vagy bágos, vagy nem. Nem. Mondjuk a farka tövébe alulról nem ugrálnék? Hát mert miért nem? Mi bajom lehet? Rá kell ugrani a fejére, vagy mi legyen? Hát de most komolyan, hát... Na, hát... Ja, hogy így lehet lőni rá. Warning. Ujjjj. Jajjajjajjajj, de erős! Az anyád. Jújjjj. Na most jó, seggbe lődözöm. Pusztulj! Na. Hát szegény, most nézd meg, hát belekotlott itt az előtte lévő sziklafalba. Hát nagyon könnyen megy neki itt az aprítás. Hát ki ez a gyerek? Ja, hát Gohan nyilván. Ringo hitotsu jibun de torezu ni naite ita gaki ga. 少しはマシになったようだな. Igen, te vagy a srác, aki itt hagyott, igen. Piccolo. De hozott neki almát, ugye? De az még az előző streamben volt. Így hanyagul ledobta elé. Piccolo. Így haltak ki bizony a dinoszauruszok, Sledex. Gohannak köszönhetően. Addig vadászott rá, hogy elfogyott az összes. Na várjál csak! Egy pillanatra, hogy ő nem ugyanaz a Piccolo, akivel apa harcolt még nagyon régen? Vagy ő az? Miért lenne más? Szevasz, Margos, szép estét! Tocska, mikor a Piccolo daimao-t
Aha, tehát emlékszik valami olyasmire, hogy azt mondták, hogy hogy ez a démon király Piccolo, ez valójában egy igazán rossz figura? Hát nem tudom, azért nem bizalom gerjesztő, ez tény is való. Na, hát akkor trenírozzam. Meg kell tanuljuk áramoltatni a kit. Most nem cheat, hanem kit áramoltatunk, nyugi. Na, erre azt mondja, hogy kontrollálni kell az energiánkat. Az igazi harcot fogja nekünk megtanítani. Hoppá. Oké. Na, nézzük, azt mondja, hogy... Hol van a srác amúgy? Aha. Hát készen állok a harcra, de hol van Piccolo? Aha, tehát magyarul keressük meg, a pirosnál lehet szerintem. Jó, ez ilyen magasra fel tud... Aha. Ilyen magasra fel tud menni. Gyorsan visszamegy, mert nehogy balhé lesz. Itt még a végén. Aha. Nem vagyok benne biztos, hogy már most így le tudjuk győzni, de azért neki megyünk, csak hogy lássuk, hogy mivel van dolgunk. Azt hiszem, hogy ez egy őrületes fight lesz, ez valószínű. Reméljük nem olyan kemény, mint a legelső boss fight. Ezeket szénné veri, a gyerek! Hát annyira nem. Ez mi ez a Meteor Sledge? Amúgy ezt meg kéne nézni. Ajaj. Kapjuk rendesen tőle. Ajaj, 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 ajaj. Jaj, 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 jaj. Hát gyerekek, hát így ellenfél. Szívtelene még sátán? Hát biztosan. Nem tudom, de nem volt különösebben nehéz. Nem tudom, az első boss fight az valami borzasztóan kegyetlen volt. Ahhoz képest meg, amik most jönnek, hát... Pite. Ez most egy verekszős japán gyerek? Hát, vagy Superman? Hát inkább az első, de egy kicsit a második is. PC-n. Már mondjuk így belegondolva lehet, hogy jobb lett volna PS-sel játszani. Összességében véve kontrollerre lehet, hogy jobbak ezek a fájtok, de... Oda se neki. Nagy eszmecserét folytatnak a világállásáról. Apunak igaza volt? Féltek tőle? Mármint, hogy Piccolótól? Nem nagyon válaszol. Na, fogd be a szállat, aztán aludjál, mondja ő. És ő hallgat az okos szóra. Hülye gyerek. Hát emlékszem a régi ütőtanáromra, Karcsi bácsira. Ő mondta mindig. Fiatalság.
Fasság. Bocsánat, így a nyers idézetért, de hát ez volt. Hát. De mindig tudtuk, hogy hol a helyünk, azért, az biztos. Hoppá! Most téglával fog dobálni? Így edződünk? Wow! Hát nem hiszem el? Micsoda ügyes ez a gyerek! Nagyon szépen csináltad, Goku. Miért? Figyelj! Igen, azt mondta, fiatalság, kasság. De amúgy miért kérdezed VTR, hogy szívtelene még sátán? Mert hogy egy idő után majd lesz szíve, hogy kifejlődik neki, vagy micsoda? Hát nem tudom, Uvi Gábor, én egy ilyen konzervatív figura vagyok. Konkrétan. Itt van a kontroller, rá kéne dugni, de nem dugom rá. Én ezt most már megszoktam, ezt a harcrendszert így, úgyhogy egy stream elég volt hozzá. Aztán meglátjuk a továbbiakat, hogy működőképes-e. Hogyha nagyon-nagyon-nagyon gáz lesz, akkor majd rádugom. Ezt megígérem. Nem gondolom, hogy az utolsó stream ebből a játékból. De tényleg, hogyha egy kicsit nehezebben boldogulok majd vele, akkor rácsatlakoztatom. Nem úgy hívták, hogy ifjabb sátán, VTR? Nem ifjabb sátánnak hívták Piccolót? Én úgy tudom. Gyerekek, macska szőr mindenütt, ne tartsatok macskákat, mert mindenhol szőr van. Na, még a szájánoknál is erősebb lehet, hogyha kitartó a gyerek. Nem ifjabb sátán volt, VTR? Hát biztos, hogy úgy hívták. Mi most még egyet harcolunk? Mi most megint alul maradt? Hát gyorsan lezavarták ezt a fájtot, mint nem mondják. Hát most itt hagylak, addig elmegyek enni, mondta ő. És elegánsan odébb állt. Ja, hát ha nem eszel, akkor előbb halsz meg, mint hogy nagyon erős lenni. Ez jogos, jogos ez a felvetés. Figyeljétek meg, a következő feladat az lesz, hogy gyűjtsél össze 3 almát. Na. Hát valószínűleg most hazamehetnék, mondja ő. Na, almagyűjtögetés lesz, Hódzier, figyeljétek meg. Vagy őzekre fogunk vadászni, ezt most nem tudom. Kettő közül valamelyik. Oké, a World Map-en fogjuk megnézni. Aha, Goku's House, ott van. Hoppá! Hát még ez is? Goku... Az lesz az. Na, és már megyünk is. Ott lesz a Kame House, ugye? Vagy ez... Ja nem, az nem az. Bocsánat, az egy teljesen másik helyszín. Ez az lesz, ahol a Chogokunak a felesége csinálja a mákos gubát, ugye? Biztos. Ezt majdnem összeszedtük, ugye? Hát, hogy szedni kéne neki egy kis almát, nem? Azaz. Hoppá! Oda néz! A gyerek az nem viccel, figyelj, keresztül repül a kősziklán. Ó, de cuki vagy, milyen lába van, nézd meg ott. De aranyos. Ez milyen a puár? Ez emlős? Vagy mi ez? Muskaste. Csicsinek, igen. Igen, Csicsinek hívják, bizony.
És azon a hihetetlen nagy fájtoktól hemzsegő tornán találkoztak. Szevasz, Szibi. Emlegettünk egy résznél. Szép estét, Kodarif, szép estét. Ez egy macska lenne? Ponyú, ez biztos, hogy egy macska? Hát, mondjuk olybá tűnik. Ó, lehetnének közös kalandjaink? Oké. Puár vagyok, valószínűleg hallottál rólam. Hát, nem. Ano, Goku-san desu mon ne. Demo, Yamcha-sama no hanashi wa kiiteru desho? Yamcha-ról hallottam-e? Yamcha-ról biztos, hogy hallani kellett volna, nem? Nem tudom, ki ez a Yamcha. Róla se hallottam. Te mintha nem érteni, hogy mit mondok. Na, mi szél hozott errefelé? Tehát Yamcha-nak készítek eledelt, és itt találhatóak a legmegfelelőbb, illetve a legjobb alapanyagok hozzá. Azt keresi, bizony. Segítek neki szerintem. És egyből barátok leszünk. Szeretet és barátság, ugye ez volt a fő címdalban is. Tehát gyerekek és mindenféle emberek, akik agyonverik egymást, de szeretet és barátság, ugye. Erről szólt a Dragon Ball dióhéjban. Na! A robotok, a rohadt robotok. Már megint. Ja. Jój. Hát ezekkel muszáj lesz lefájtolni, nincs mese. Ezek semmit nem tudnak. Ezt komolyan mondom. Hát meg se tudtak csapni egyszer se. Hát Imi, igazából roppant fárasztó viccekről volt szó, meg ilyesmi történt a streamen, és hát valamilyen különleges óvó kifölg, nem értem, hogy miért pont, de eszembe jutottál. Szevasz, Szakszó, szép estét! Ez Yamcha-nak a repülő macskája? Nem gondoltam volna, hogy a mai nap folyamán repülő macskákkal fogok beszélgetni. Az én macskám is szokott néha repülni, például hajnali 3-4 órakor, amikor beleharap a lábamba, és így véletlenül félálomba, önkívületi állapotba rugok egy hatalmasat, ő is szokott akkor repülni. De erre nem tehetek, hát álomba vagyok. Hát így gondolom-e én is? Hát biztos. Igen, amikor... Igen, akkor találkozhatunk, amikor Goku megnyerte ezt a... World Tournamentet? Olyan vagyok, mint apa. Annyira erős, mint apa. Hát persze, hogy ilyen erős vagy. Gyerek az ugyanolyan erős, mint az apja. Hát ez teljesen logikus következtetés. Na várjál, szerintem a Dragon Ball arról szól, hogy a gonosz szétver mindenkit, ameddig azok Gokura várnak, aki meg is jelenik, de csak nagyon-nagyon-nagyon sokára. Van benne valami, azt kell, hogy mondjam. Yamcha-sama
Igen, mindenki olyan keményen dolgozik. Dolgozz te is olyan keményen. És a pannon puba ugrani fog. Vagy nem. Na hát azt hiszem, hogy vele is barátságot kötöttünk. Nagyon meg se tud szólalni a gyönyörűségtől a srác. Aha. Piccolo egy kemény tanár, de egyre erősebb leszek. Ezek mindig erősebbek akarnak lenni, mint amilyenek. Abba be lehet menni, abba a nagy postaláda alakú házikóba, vagy mi az? Fészer. Igazából arról szól, hogy Goku miatt mindenki a földet akarja megtámadni, ha ő nincs, köbben semmi nem történik. Hát, végül is igen. Hát valamire föl kellett építeni a sztorit, Zsolt, érted? Ez szerintem egy teljesen jó hozzáállás. Na várja, azt mondja, hogy igen. Hát ezeket simán legyaktuk. Hát egyszerű, mint a facsipesz. Jó. És már level up-oltunk is. Hát őrülök. Úristen, ez a gyerek. Figyelj, de amúgy most mit kéne csinálnom? Tehát, hogy hol van valamiféle fajta feladat? Hogy... Aha, tehát magyarul ez a farkas húst szeretne. Farka, de honnan szerezünk farkas húst? Ezt kéne most megnézni. Farkas hús kéne valahonnan. Ott. Várjál, ott van valami nagyon fontos. Várjál csak, ott. Följebb egy picit, talán. Az ott, az micsoda? Trader Kuga. Ja, értem, a kóda nem kéne menni. De farkas húst kéne valahonnan szerezni. Honnan szerezünk farkas húst? Várjál, itt mutat, nem mutat farkast. Aha, Blakebow-ba kell menni. Ó, így már értem. Na várjál csak. De mi ez, most nem akarja ezért? Hát ezt te... Úristen. Hatalmasan oda csapott neki. Aha, oké. Mindjárt megyünk ám, csak itt ezeket a farkasokat, ezeket itt... Letámadjuk, mert kell farkas hús. Hát te se ugatod már többet a holdat, jó van. Megszereztük, amit kell. Az micsoda ott amúgy? Ezek is almák. Várj, van itt egy csomó minden, amit érdemes lenne ezért felszedni. Egy D-medált kaptunk. A D-medálok azok mire lehetnek jók amúgy? 23 márk, hát szerbusz. És üdvözlünk téged, nagyon nagy szeretete, de jó, hogy kiváltottad, szerbusz. Ez volt az. Arról, hogy Gokunak mindenki ellensége addig, amíg nem jön valaki még erősebb, és így kénytelenek összeállni a győzelemért. Így lesznek barátok. Szeretet és barátság. Így van. Na, oké, eddig rendben vagyunk. Ez nagyszerű. Nézzük akkor a world mapet, mert ugye mondták, hogy el kell utazni Blakebow-ba. Itt lesz a következő főküldetés. Szevasz, Mola, szép estét, üdvitt. Sálá, hecsálá. Ennyit tudok a szövegből, de ez már egész nap énekeltem, nem hiszitek el, de tényleg reggel ezzel keltem. A D-medált majd képességekre tudod becserélni edzések során. Kiváló. Köszönöm szépen, Uvi Gábor. Ez micsoda? A kérdés jó. Emlékeztek arra a műsorra, hogy Ford Boyard? Szerintem ez az. Nehogy kiugorja hirtelen ezen a kisajtón Demcsák Zsuzsa. Azt mondja, hogy valószínűleg az ördög, illetve a gonosznak a jele, ez a... Ja igen, tehát ez a Red Ribbon Army-nak a jele.
Ez a kis vörös nyakkendő a két R betűvel. Hát ez, igen, ez az ő épületük. Robotokkal őrzik, akiket valószínűleg le kell fájtolni. Valószínűleg. Nem. Nem, Annácska ne. Annácska ne. Ha választani lehet, inkább Demcsák Zsuzsa ugorjon ki. Aha, jó. Figyeljetek, ezt most egyelőre nem bántjuk itt. Megyünk a felkiáltó jelek felé. Na hát, te ki vagy. Ez Piccolo lesz, bizony. Bizonyára nagyon haragos. Hát, szerintem haragos, le kell vele fájtolni megint. Edzésterv, illetve edzésprogram van folyamatban. Na gyere! Íh, pont rosszkor engedtem el. Ájjaj. Ez elég jó sikerült, nem tudom, hogy mi volt ez. Jaj, ne is kikerülni! Kikerült, te a rohadék! Yeah! Az az adja pofájának, gyerünk! Már nincsen olyan sok HP-ja szerintem, úgyhogy... Nem lehet annyira sok. Azaz. Figyeljetek, most őszintén kérdezem, a legelső boss fight, az volt a legnehezebb a játékban? Ez most komolyan, de tényleg. Szevasz, Fogójó, szép estét! Az volt a legnehezebb boss fight, mert én itt komolyan, hát ez összesen olyan könnyen elboldogulok, hogy ez a műrület. Abszolút, abszolút szakszó amúgy. Azt a néhány részt, amit láttam belőle, abszolút. Ó, oda néz, micsoda új hacukát kapott emberünk. De ezzel egyáltalán nincsen problémám, tök menő. Hogy Zsolt, mit kaptál, vagy mi a baj? Na várjál, azt mondja, ennyire jók voltunk, hogy SS a fight. Hát ezt komolyan mondom, hát ezt nekem találták ki ezt a játékot. Na, nézzük akkor, mi a következő feladat? Hajaj, és a szájánok egyre közelebb és közelebb merészkedtek. Jönnek, basszus. Ja, kakaós, kezd engem átjárni az erő, érzed? Én már érzem. Annyira jó zenéje van, imádom. Ó, és itt vannak, az öreg Roshi mester, a fogatlan. Na ő nagyon kemény. Hát tulajdonképpen Roshi mester a Dragon Ball Yodája.
Tulajdonképpen ő a Dragon Ball Miyagi mestere. Vagy a Dragon Ball... Na mindegy, hagyjuk. Rengeteg ilyen analógiát tudnék még mondani. Hogy a Dragon Ball nem csak Károlya, például. Akár az is lehetne. Na most hova érkeztünk meg végül is? Ez már valami nagyvárosi feeling. Természetesen hógő, hát mi másért? Itt vannak a szájánok. Ezek ők. Ők azok. Személyesen. Rajtuk van a robot zsaru szemüveg, meg minden. Nagy fájt lesz, meglátjuk. Ja, hogy ő, hát igen. És ez most fog következni, vagy majd később? Remélem később, még addig tudok fejlődni egy kicsit. Vegetával is le kell fájtolni? Már Vegetával vagy Vegeta? Most nem tudom pont. Vegeta vagy Vegeta? Nem mindegy. Nappa erősebb? Uha. Hát folyamatosan level up-olunk. Figyeljétek, nem azért mondom, de őszintén szólva, ami engem legfőképpen érdekelne most itt hirtelen, hogy attól még, hogy mi most itt level up-olunk folyamatosan, kell nekünk beavatkozni? Amúgy. Tehát mármint úgy értve, hogy karakter... Várjál csak, azt mondja, hogy... Tehát, hogy itt kell valamit tápolni? Mert hogyha igen, akkor szóljatok. Vagy ez így magától működik? Kell a skill tree-t húzni? Na várjál, akkor várjál. Mindjárt gyorsan megnézem. És ezt most hogy húzzam? Orbs needed. Ja, hát ez nyilván megvan, az oké. Okay. Aha. Aha. Ó, igen. Ó, igen. Ó, de mennyire, hogy igen. Hajjaj. Na ez bizony mondom néktek, hogy na ez igen. Nincsen elég orbom. 400 kell hozzá. Micsoda? 400 kék. 400 kék kell hozzá, úgyhogy... Aha, 400 kéket még lehet, hogy kellene... összeszedni, de ez itt szerintem jó most, ugye? Most ez így megmaradt? És ne szórakázzatok már velem, most ez nem maradt meg? Ja, de megmaradt, oké. Jó, nagyszerű. Jó, tulajdonképpen én most rápróbálok ezzel a képességgel, úgyhogy megnézzük. 400 kéket kell összegyűjteni majd, és akkor jó lesz. De most hova lett a turbánja? Biztos szégyelli ezeket a kinövéseket, azért van neki. Szevasz Wolfuthun, hello. És jó esti, neked is, Afrojack. A Piccolo azért hordja ezt a turbán, mert ezek a kinövések, ezek hát elburjázottak a testén, és ezzel próbálja elfedni. Már jönnek is a hősök. Csak úgy sorjáznak elő az ellenséges oldalról. Azért van a turbán a fej, hogy emberek közé tudjon menni? Bizony. Elképzelhető. Meg fog történni az összecsapás? Vagy most még ezt odázza egy kicsit a játék vajon? Dragon Ball とかいうやつを作ったのは貴様だろう. Gyerekek, figyeljetek, hadd kérdezzek már valamit, mi van a viddal? Nincsen baj, ugye?
Írt valamit ki, hogy miért nem lesz? Szokott lenni hétfőn este. Nincsen baja vagy valami. Reggel még rendben volt. Vagy legalábbis nem mondta, hogy gond van. Ki írt a Facebookra, hogy nem lesz ma? Ah, értem. A biztos közben jött neki valami. Van az úgy. Mert holnap reggel megkérdezem, úgyis beszélünk. Minden reggel van egy-egy órás beszélgetésünk. Egy szeánszunk 11 órától általában. Hát ezt úgyis tudjátok. Na, elviekben... Ott vannak a szörnyecskék. Ezek a kis mócok. Uha. Nagy izmozás van, mindenki hívja haverjait. Ebből bunyó lesz. Szódziher. Loot goblinok lennének? Lehet. Hát vagy kis mócok. Szerintem tuti, hogy kis mócokról van szó. Milyen aranyos az. Örülök, hogy találkozunk, Gohannak hívnak. Egy őrületes fájt előtt ért, egy ilyen kedélyesen. Aha. Hai! Milyen aranyos! Hogy befeszített, érted? Csak hogy így megrettenjen az ellen. Uha. Gyerekek, ez kedély lesz. De miért ordítanak ezek? Elmentek nekik otthonról, vagy micsoda? Az édesanyátok ballába szárát, egy hárman kell rátörni az emberre. Mindjárt megtanuljátok a kutya fittyet! Kritikus csapás! Na. Oda néz. És az ellenség megdöglend. Már hogy mindjárt. Kicsit később, de... Ezt már nem várat sokat magára. Jó. De menj már! Azaz, ketten ütjük, akkor nem lehet rossz. Hú, pedig most nyomtam, amit nyomni kellett. Ne! Győzzél már, te többet. Ennyi, kész. Frizgerád, nagyon szépen köszönöm a második hónapod. Hát micsoda legény. Hát itt van, két hónapja, és nem lehet eltávolítani. De nem is akarjuk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a szubos támadást. Micsoda legény. Üdvözlünk az Eminens Tanulók Dicső táborába. Immáron második hónapja. Köszönöm szépen. Hát Hógolyó, én most már nem viccelek ebbe a játékba. Nem hibázok fájtba konkrétan. Na jó, ez enyhe túlzás volt. De nagyon igyekszem. Jó, na Bendy, figyelj! Ilyet ne írjál, mert Loli elbízza magát. Azt fogja gondolni, hogy ő a világ legdurvább sasmadara. Na. Mi fölrobbantotta magát? Itt az ideje, hogy befejezzük ezt a kis játékot? Hát, na majd. Kaptok a pofátokra, mindjárt. Húha. Azt hiszem, hogy ez lesz a nehezebb szitu.
Jól értem, hogy most nappával fogok fájtolni? Ez... Ja, hogy ő így kikerül. Úristen, de kapja! Ha megérte föltápolni ezt a karaktert. Úristen, pedig védekeztem. Tudnám, hogy milyen rosszabb történik, ugye? Úristen, mi ez az egész? Ja, hogy új. Ujjaj. Ja, ilyenkor odébb kéne menni, nem? Ja, sanszos. Meghalódsz vala! Ne bontjuk róla a pajzsot. Hát ez... Az igen, de hogy ez hogy nem sikerült kapni? Hát nem egy SS fight volt, de azért rendesen kapta. Szevasz, Riaku! Igen. Olyakkor odébb kell állni, Zsolt, csak nem tudom, hogy vérem sikerült. Várjál, milyen maszkot kaptam? Úristen! Ja, ezt nem is láttam közben. Gyerekek, egyből győztem. Ő volt az a nagyon nehéz, Loli. Most őszintén, ő volt az a nagyon nehéz. Most komolyan, ő volt az a nagyon nehéz. Ne vicceljünk már. Loli ezzel riogatott, hogy na majd amikor nappával fájtolsz, majd akkor... Ja, hogy ez a fight még nem fejeződött be tulajdonképpen? Ja, hogy itt? Oké. Okay. Bocsánat, próbáltam megrettenteni ezzel a harci ordítással, hát nem tudom, hogy sikerült-e. Húha. Az a baj, hogy a bajtársaim azok meghalódtak vala, és hát... Goku, segíts! Goku, bizony. Elrendezi a seggeteket egy perc alatt. Húha. A drámai a szituáció, ez tény és való. Figyeljetek, most szerintem kemény szituációk következnek majd be. Nem fogom hógolyó. Kemény szituáció, mert most jön az a fight, amiről Loli beszélt, és óva intett tőle, hogy csak úgy éjgyomorra neki fussak. Ha Son Gokuval kell harcolni, akkor lesz kemény? Nem tudom. Meglátjuk.
調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。悟空ね、バロスミンケン、ジェレ。もっともっと強くなったところを見せてくれ。Úristen. Annak örülök, hogy nincsenek ilyen nagy szemeik, és tudod, remeg a sírástól. Ezt az egyet. Na? A leghosszabb 3 óra. Na nézzük, mit mondanak. Kszó! Nányi osterunda, jó, Goku? Jacrova, docsinistem a dzsinrui jó zemmet szaszerű cmurda. Hát nem tudom, hogy mikor fog megérkezni. Apa. Omae wa iza to natta ra nigete kure yo. Ja, hát el kéne innen tűnni, mielőtt durvulnak a dolgok. Ádika, köszönöm szépen a követés, szervusz. Mire gondolsz? De meghalták, Kami is meghalt. Köszönöm szépen, Csúcsú szempály, neked is. Na várjatok, a helyzet a következő. Úgy kéne megoldani ezt, hogy Gokuval együtt, nem? 3 óra eltelt, de még híre hamva nincsen Gokunak. Nem a legjobb. Nem marad sok időnk. Hát igen, ez most érdekes. Szerintetek melyiket válasszam? Hogy tovább várunk Gokura, vagy kezdjük-e pásztázni a terepet? Na, melyiket szeretnétek amúgy? Egyes vagy kettes? A Vegeta személyiségzavaros lehet, hogy ő eredetileg Beita, de angolul Vegeta, ami nálunk húsleves kocka? Na hát, mondanám, hogy erre nem gondoltam, de hazudnék. Melyik legyen? 1 vagy 2? Na melyiket mondjátok? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. No. Na mi van? Mi a többiek nem ismerik a számokat? Ne viccezzel. 2? Jó, hát 2 van. Loli, te mit mondasz? Melyik a jó? Inkább a 2-es mondjátok, ahogy látom. Egy. Hát nem tudom. Loli? Te mit szólsz hozzá? Melyik legyen? Jikanda. Muda datta jó da na. Akkor legyen a 2-es. Szevasz, azaz IKFT. Jó estét. Úristen, de izmos a teste. De mi keményebbek vagyunk. No, mondom. この木は、とんでもない木が通る。本当だ。やつしかいない孫悟空だ。はあ、じゃあ悟空なくて、エレガントエネルギーあよ、そうじゃぜけっれ。どれ。うりしてん。あれ、beizította a menedzser kalkulátorát, ami rá van applikálva szemére? Valószínűleg. Beizita? こいつらの言ってるのは本当か? Na ezek a kis majmok az igazat mondják, valószínűleg igen. Igen, a power level az 5000-es, bizony. Ha nem akármi. Na menjen az a fight! De miért van az, hogy ezek harcolás előtt még egy 3-4 órát beszélgetnek egymással? Ha Son Goku ugye él, akkor a legendának igaznak kell lennie. Úristen, ő már be van feszülve, ő is, dettó.
De keményen fenyegeti őket Gohan. Ajaj. Isi, nem. Nem, de imádom. Tehát félrejtős leesik. Anyám. Azt a csí! Ha megölünk, hát fölmosuk feled a flasztert. Menj már onnan! Szépen kikerült a támadásomat a kis Gané. Hoppá! Mi is volt ez? Azt a leborult! Na ezt szivolázzad! Bárhogy... Az az adjál neki! Ez tényleg erős basszus. Azaz, megadjuk neki a kegyelemdöfést, figyelj. Hát ezt mondjuk elrontottam, de mindegy, nem baj. Kapja rendesen, már nincsen olyan sok neki. Ajaj. Nem lesz jó. Nem sok van már neki, nagyon nem sok. Ennyi, kész. Figyelj, véged van, mint a botnak. Hú, meg akartam úszni, hogy meg kelljen igyak még egy vita tigrist. Ajaj, szerintem most bedühödött. Új, menj meg! Ne! Azt a leborút. Hát Sáti, ezt az önfeláldozást. Hát nézzek, leszaggatta róla ezért a ruhát is. Hát de nem, hát még áll. Isi, hát még nem kell aggódni érte, hát még rendben van. Júj, nem már. De ugye megmarad még, hát ez csak egy ilyen... Jaj, ne!
És ezt meghallja valahol Son Goku, figyeljétek meg. Ezt hallja meg. És egyből ott lesz egy pillanat alatt. Ja, hát ezek még mindig itt leledzenek, ugyebár. Na. Hát a hangot azt nem nagyon gondolták túl. Goku! Na, Goku, húzzál le, de billám gyorsan, aztán rendezd el azokat a rohadékokat. Na, Kami. Mondjad, mi van. És már ott is vannak, figyeld meg. Igen, ő az, aki nem tudott számolni tegnap, igen. Na, figyeljetek! Most lesz az a rész, hogy le kell fájtolni velük, vagy még előtte van egy kis bolyongás. Ez az amaz. Mr. Popó. Hajaj. Nem tudom, tehát hogy... Hogy mondjam finoman? Mr. Popó. Ráadásul ne is menjünk bele, de érdekes név, érdekes név. Tudom már, hogy hol láttam, egy felnőtt csatornán. Igen, emlékszem rá, ő volt az, igen. Turbánja nem volt, de hogy ugyanilyen szépen mosolygott és délcegen állt. Na mindegy. A játék... sztoriát nem ismerem, de az animében Sátán halál után érkezett nem sokkal. Nem a kopasz vízvezeték szerelő, a pizzás fiú, a pizzás fiú, Loli, a pizzás fiú. Ajaj. Hát bizony. Most akkor Vegitával kell lefájtolni. Jó, azt mondja, hogy figyeljetek, egy dolgot viszont még nem néztünk meg, és ezt meg kéne nézzük, hogy a karakternél itt fejlesztettünk-e, avagy sem. Mert ez viszont fontos lehet. Hát, és szerintem nem. Ugye? Pedig azért vannak orbjaink, és ez, hogyha minden igaz, akkor meg is van. Ezt kéne még fejleszteni. Oké. Na. De miért? Ez most miért nem lehet? Vagy... Mit a baj? Na, nézd, nem akarta bevenni. Ha, van ez így. Na, mit kellene még itt fejleszteni, ami jó lehet? Heavy blow. Ezek mi? Nem veszi be? Level 18-as kell hozzá, ne viccezzünk már. Azt a leborút. Ez eléggé kemény. Na látjátok, ez például micsoda? Heavy blow. Aha. Jó, ezek is megvannak, hogy... Jó, akkor most igazából más nagyon nem tudunk fejleszteni. Maximum ezt. Ezt viszont igen. Ez viszont elég erőteljesen. A már meglévő képességeket nem lehet ugye továbbfejleszteni, ugye? Nem lehet. Jó, nagyszerű. Jó, tehát tulajdonképpen ennyit tudtunk most tenni az ügy érdekében, hogy erősebbek legyünk. Ez szerintem már így sokkal tutibb. Jó lesz ez így. És tudjátok, ha már itt vagyunk, hát akkor miért ne mentenénk egyet, ugye? Ja nem, mentett a játék alapból, jó? Nagyszerű. Kékiga 2つ. もっとでけえ気が 2つ.
Na figyeljetek, ide kell elvileg jönnünk. Azaz, itt vannak a srácok. Na és most végre megérkezett Goku. Aki valószínűleg hamarosan szembesül a helyzettel, hogy micsoda pusztítás végzett itt ez a kettő száján rohadék. Krillin Sins. Azt hiszem, hogy értem, Bendy, de ne folyjunk bele a dologba. Ó, szegény Sáti. Hát az a Spikoló. Igen, what the fuck, valószínűleg ezért. Hát igen, megsiratta. De most miért váltunk már megint ide? Most miért nem jön az őrületes fight? Ott van az öreg popó. Jobb oldalt támogatja az öreg Kamit. Jaj! Szegény popó egyedül maradt. Hát mi lesz most? Vetődik fel a kérdés. Sát is eldőlt. Aztán Conan a barbár, aki most jelenleg nappa. Az eresz combjaival erőt demonstrál. Na. No. Mi? Hát most mit csinált? Na csak vigyázzál, mert most jön a meglepetés. Na? Idefél pöcsköszörű! Na majd most? Most legyen nagy legény? 5000-es power level-lel? Na azzal harcolj-e. Na? Kemény vagy? Mindjárt meglátjuk. Igen, mert a kristálygömbben lehetne visszahozni őket, de hát így... Úristen, a tomboló erő gyermeke, Goku! Na majd most lecsap. Pépé zúzlak, mondta ő, de majd meglátjuk. Na hát ennyi, gyerekek. Hát ki tehát egy kicsit késő hátráltam ki a fightból. Azaz, ez milyen jó volt. Na, de üssed már! Hát körbe táncollak, te! Ó, hát mondjuk lehet, hogy mégse. Istenem, de nagyon megy! Ragadt rám valami az előző fájtokból, azt hiszem. Hát humbész, mert miért vagy mi? Uela! Hatakimakal uela! Úristen, hogy be van feszülve, hogy dagadnak az erek rajta. Tisztára, mint Kati Véla.
Na majd meglátjuk, figyelj, hógolyó, ezt már tapasztaltuk, hogy az első fájtok azért azok nem annyira kemények, ami utána jön. Na az a szép. Az a veszedelmes, akkor kell vigyázni. Nézd meg, hogy letaparóta. Ennyi! Na Vegeta! Most legyél kemény! Vegeta! Nézd meg! Hoppá! Azt a leborult szivar végét! De mit csinál most vele, haló? De most mi volt ez a hatalmas egy pukkanás hirtelen? Most figyelj, Loli, még egyszer megkérdezem. Ez a fight volt az, amit annyira... Tehát amivel megpróbáltál rettenteni engem, hogy ez majd milyen nehéz lesz? Mert ez nem volt annyira nehéz. Nem akarok beleszólni, de ez igazából könnyű volt. Sőt, nem könnyű volt. Pite! Ja persze. A másik... Ja hogyne, persze. Persze, összekevertel a neveket. De miért nincsen neked kardocskád? Az előbb még volt. Vissza kéne menni a Kame House-ba? Hát menjünk, hát rajtam nem múlik. Most lesz nehéz. Nincsen nehézség, én legalábbis nem láttam Isi. Imádom, ahogy beszélnek, ezt komolyan mondom. Krillin-san, hiattoste? Hiattoste? Na, ezt például nem tudnám utána mondani, bármennyire is szeretném. Tehát egyéb nyelvtörőkkel is próbálkozhatnék menne, de ez nem. Na ő lesz akkora nehéz? Hát őt is leverjük, mi vaka poharat, ne aggódjatok. De tényleg miért van az, hogy minden egyes fight előtt negyed órát beszélgetnek? Komolyan. Isi, ne használjunk már ilyen szavakat, légy szíves. És hogyha ha már beírod, legalább írjad jól. S-szel írják, nem simán Z-vel. Hát. Na figyeljetek, elrendezzük a pofáját. Hát. Gyere csak, öcsipog. Vagy nem jön? Kaioken Transformation is now available. Ez valójában mit is jelent, hogy... B... 5-6... 7-8... Aha. Tehát akkor így tudok átváltozni. Hát ez érdekes. Nem tudtam elolvasni. Remote location? Na de hova? És akkor ő most jön velem? Vagy mit csinál? Itt van? Vagy jön utánam? Vagy ez nem akar most jönni? Hát nem tudom, majd meglátjuk mindjárt. De az se bajos, hogyha mondjuk csinálunk egy-két sidequestet, bár ez mondjuk nem az lesz, hanem main mission, ahogy látom. Na mindegy, becsapódunk ide. A Kaioken az a képesség, amit megtanultál a humor nélküli csávókánál. Ja, igen, jogos. Ilyen fenyegetően néz mi, összeráncolja a szemöldökét, hát nem bíznék benne. Sose bízzatok olyan férfiban, akin stretch nadrág van. Ezt szeretném elmondani. Vagy biciklis nadrág. Sose bízzatok olyan férfiban. A versenyfutókba se. Na, hű!
Úristen. Úristen, de erős a kámehámém. Na gyere! Nyomd ki így a szemét, így, he? Keresztül viszem még a falat is. Erre nem számítottam, hogy így kikerüllek. Ajaj. Ez nem volt jó, ez így nagyon nem volt jó. Na ne 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 ne. Na ez lehet, hogy nem lesz egyszerű. Hát el kell toljak még egy vitatigrist. Hogyan? Tehát, hogy... Ja, hogy úgy... Ezt kivédjük. Ja, hogy hány ilyet lősz ki? Tehát... Na, szeretném megkérdezni. Jó, most már megvan, hogy mikor kell védekezni. Amikor ilyet csinál. Távol. Ah, de miért találsz el ilyen könnyen én? Ez nem lesz így jó. De mindenhogy egy benyalom. Ez így erős lesz. Nem hiszem el. De mit csinálsz? Hát könyörgöm. Ne, benyalom az egészet! Ezt nem hiszem el. Oké. Okay. Jó, ez kevés lesz. Ez kevés lesz, tényleg. Jó, de most már legalább megismertük a harcmodorát. Igen, itt kellett volna védekezni, nagyszerű. Ha!
Azaz, kapja rendesen a Kamehamét. Köszönjük szépen Harizóla hozzászólást! Hogy elkeni a száját közben? Kifröccsent még a tegnapi bableves is. Azaz, lebontjuk azt a védőpajzsot meg a HP-et egy az egybe? Aztat, jó persze, meg még egy ilyen hatalmasat a végére, ugye? Hát hogyne? Néli kédet, az. Most ez jó. Banyek, banyek, ez nem jó. Meteor esőt, ezt mindig közelről kéne megoldani, és mindig elcseszem. Ilyen szempontból nem jó. Ezután kell a vita tigris. Ne! De mit csinálsz? Miért nem lehet vita tigrisezni? Szeretnék már közel menni hozzád, az Isten áldjon meg, hát így nem lehet. Az egy... Az anyádat. Ja. Emberére akadt. Son Goku, azt hiszem. Na, de miért nem nyomod a Kamehamét? Ezt nem lehet kikerülni. Hát ez csak kivédeni lehet a izével a pajzsal. Vagy mi? És túl késő. Level 20-as? Yeah.
Szevasz, Big Bad Boy. Köszönöm szépen, határozottan jól. Ezt nem lehet máshogy kivédeni, Loli, ugye? De ez miért nem csapódik be? Ezt nem lehet kivédeni, ugye? Csak így. Ki most őszintén, egy ilyet hogy lehet kivédeni? Beigli, hát ez szólhatott volna akár neked is. De, az... Nincsen vita tigrisem? Miért nincsen vita tigrisem? Miért nem lehet benyomni a vita tigrist? Ízé HP csíkja van, de most őszintén. És itt a vége. Szevasz, Sanyi, szép estét. Loli, mi lehet a baj? Norez, köszönöm szépen a követést, üdvít. Ja, lehet, hogy azt kéne aktiválni. Jogos. Ja, tényleg. Valószínűleg azért van ez. Mi lehet a baj, Loli? Ha ilyen pirosban érzik, hátrafele dodge-o és nem kapod be. Aha. Ja, hátrafele. Oké. Okay. Peti Arm, neked is köszönöm szépen a követést. Kaioken-t? Aha. Megnézzük. Mindjárt megnézzük, hogy ez hogy működik. Az igen? Ja, hogy úgy? Ja, hogy ez ilyet tud? Aha, hát így már kérem szépen, mindjárt más a leállzó fekvése? És ez milyen gyakran lehet ez? Az a nyádat már. Nem, az a baj, tényleg nagyon durvá zabálja a HP-t, és nem lehet megközelíteni a faszinger.
úristen, nézd már, hát ezek ellen mit lehet, de ez ellen mit lehet csinálni? Most őszintén. Hát ez kár volt eltolni. Na ezt hogy védjem ki? Ezt mondjátok meg. Vagyek. Nincsen vita drink. Az baj. De mit? Mi az Isten van? Ezt nem hiszem el. Na várjál, de most sokkal közelebb kerültünk a megoldáshoz ennek a képességnek az aktiválásával. Majdnem megvolt, majdnem. Persze, de ne essünk szét, meg lesz ez, csak... Már a legelején ugye... aktiválni kell ezt a szart. És innentől kezdve már jó lesz. Tényleg zabálja amúgy a HP-t a fickó. Na! De... Basz meg. Minek nyomom a védekezést, azt nem tudom. Nézzek, és odébb megy a rohadék, hát ebbi szebe. Ez most elképzelhető, hogy ez nem lesz meg, de... Ezzel mit csináljak? Most ezzel halálsugárra mit csináljak? De most komolyan, tehát ezzel mit lehet? Meg ezzel mit lehet tenni? Ezt komolyan kérdezem. Tehát ezt írjátok, meg szevasz a jaja. Na, kámehá, valami! Lehető legjobbkor. De ez mindent kivéd. Úristen basszus, hát ez így nagyon, nagyon hard. Ezzel mi, de, és tényleg ezzel mit lehet csinálni? Ezzel, hát úgy sebez, érted, mintha nem lenne holnap, hát mi az anyja ez?
Ütöd a halasság, akkor ha ütöd, akkor beszakítod neki. Nyomjad már! Nem hiszem el, nem hiszem, ezen megy el! Hát ezt elbissza be. Ez, ilyen nincsen. Ez így jó, Loli? Ez így rendben van? Nincsen vita drink? Nagyszerű. Aztán már a Kaioken, mert megölöd magad. Mert? Miért? De most... Tehát, várjál, de Loli, mondjuk úgy, hogy érthető legyet az elejé, hogy használom, az oké? Vagy az se? Loli Csuka, köszi szépen a követést. Az egyéleted marad Kaioken miatt, meg kb. 15 HP-t lement. Aha. Tehát akkor egyáltalán ne használjam? Ne használjam. Az elején meg előtte meg azt mondtátok, hogy használjam. Meg kell verni az ételízesét. Igen, meg kell verni, bizony. Amikor kevés HP-d marad, akkor? Ah. Jó, akkor neki fogunk így. Ja, ilyenkor hátrébb kellene menni tőle, nem hülyeség. De miért szoptam be most, ezt nem tudom. Ja, hogy persze! Tehát kapod a KMH-t, aztán ezek közben meg lófügy? Hát hogy de? Lát, hogy előbb-utóbb indokoltá válik egy vitatigris. De nézzek, és ilyen koordináció. Tehát amikor nyomnám a KMH-t, akkor ezért, akkor lófasz. Ja, hogy persze, hogy nem. Kikerülöd, bár... Tudtam. Ó,
Banyek. Ne! Ne 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 ne! Jaj, ez kár volt, de kár volt! Ezt most miért? Nem hiszem el. Nem hiszem el! Ne, 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 ne! Most ne! Most ne! Szépen megvan! Megvan ez a kané! Hát nem volt egyszerű boss fight, na. Ugye? Azt nem mondjátok, hogy van még egy kör, mert... hanyat vágom magam. Kipréselnek magukból! Bárhogy... oh. Úristen, de erős! Nézzek, hogy leszaggatták róla ezért a jéger alsót. Ne! Az nem tudom mi volt, de az ne! Júj! Na ez mi lesz? Atyaisten! Tényleg annyit ordibálnak, komolyan mondom, hogy úgy erőködnek, kijön az aranyerük. Atyavilág, hát azt a... ekkora füle van! Ráadásul még az is. Ne! Jóó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 
Azta, de na! Na, ne! H-
Hát de ez így nem jó. Ám. Hát ez... Ez egy 8-as. Hát lőni kéne, nem? Vanyek. Nyomjad már neki, hát most mit Tetris ezzel itt? Bele a szájába bizony. De miért nem nyomod még? Nem jó! Nem mész odébb jobbra? Amikor azt magyarázom, hogy menjél? De miért lőjél lassan, meg keveset? Tudom, hogy mit kellett volna töltenem, hát a foglalkozás elérte célját, jó volt ez így is. Ja, mert nincsen mana pont. Ja, mert tölt... Ja, hogy azért? Töltse be kit. Na, most így gondolkozom, hogy az vajon mivel kell, de szerintem az Y betűvel. Srácok, azért kemény legény ez a srác, ez a Goku. Mert ha még nincsen kije, még akkor is kipréseli magából, érted? Úgy kipréseli magából, ha bele szakad is, és akkor is győz. Mert a jó mindig győz, ezt tanuljátok meg a mesékbe. Az élet az néha más képet mutat. Imádom ezt a nyelvezetet, de tényleg. Most akkor végül győztünk? Vagy most mi van? Most már megharcoltuk az egész univerzummal. Föl ne ébredjél! Föl ne ébredjél, mert kihúzom a szemedet most már. Nem igaz, és még előjön. Hát... Új! Ügyes nagy majom. Nézek, hát összeszorítja! Hát di... Igen? És akkor ennyi? Megfogta, összenyomta, vége, hello? Ki érti ezt? Most komolyan, ki érti ezt? Szevasz kék, jó estét! De tényleg, most őszintén, tehát... Megharcoltunk a bozsoki szüzanyával is, komolyan mondom, de tényleg mindenki jött, érted, aki a mesében van.
mindenkit eltakarítunk az útból nagy nehézségek ára, és akkor ezzel fejezi be a játék, hogy összeszorítja, érted, harapó fogóba azért a gyereket. És akkor most mi van? Hát valószínűleg tisztár, hát ez elképzelhető. Na, várjál, hát ide pont kellene tibeti hangtál. Na, már mehet is. Igen. The Resistance, az ellenállás, ez a következő epizód. Uha, menni kell, segítség. Segítségére kell lenni. Bizonyám. Most valaki elvileg engem itt harcolásra próbálnának megbírni, de... Na várjál, az mi az ott? Jaj, most ez a robot, ez nagyon kellett. Gyertek ide, félkézzel ide elgyepállak benneteket. Hát kik vagytok ti? Itt ezért hülyéskedtek, ez nekem egy fontos feladatom van. Az mi az ott? Ja, az a haverom. Jó, oké, nyugi. Hú, meg kell menteni, mert benne van a mancsába. Rángasd meg a farkát, akkor biztos, hogy elereszti. Ja, ne lásson meg minket, akkor hatásosabb lesz a csel. Jaj, megjött a Zsuzsi doboz. Be akar szállni ő is a buliba. Valószínűleg híres akar lenni. Kirátott töltött hús, köszöntünk nagyon, nagy szeretettel, szevasz. Hoppá, bocsánat, véletlenül tovább pörgettem. Mondom, le kell vágni a farkát. Le kell vágni a farkát ennek a böszme nagy állatnak. Aha, tehát hogy elterelik a figyelmét, és akkor majd akkor jön ő, és lenyesi a farkát tőből. Ez a terv. Figyelj, kivitelezzük. Az meg addig hadd szorongassa, ugye? Ha hivatlan vendégek érkeznek. Hello. Ez egy jogos felvetés, Gabi, és roppant fontos életvezetési tanács, de most ebben az esetben tekintsünk el tőle. Hoppá! Ajaj, átlát, keresztül lát rajtunk? Átlát a szitán. Hoppá, oda néz! Hát például ez nem sikerült neki. Jó. Most hogy fogják levágni a farkát, hogyha ez számít erre? Várjál, most összemegy! Ajaj. Ajaj. Úristen, de be van feszülve. Hé. Amis biztos ideges. Jaj, már meg én. Masenko vagy, mi volt az? Tessék! Annyi, kész. Esélye nem volt megszólalni se. Bele döngöltük a földbe. De hogy... Ez hány részes lesz ez a fight? 0-7. Hát ne viccelj már, Robi. Hát láttál engem ennél rosszabbul teljesíteni ebbe a játékba? Vagy... Ne viccezzünk már. Szétkaptuk bizony. Szerintem eddig nem akartam felrakni a gémet, de ezután muszáj, ez kár, hogy 7 órán van, és még ügyelek is. Köszi, Koli.
Csubu bolygón. Csak nem. Detto. Közalkalmazott illér tábla, minden. Na várjatok, most ne komolytalankodjunk, dráma van. Átmegy bele az ereje? Átszívja magába, vagy micsoda? Aha. Igen, egy labdába kell koncentrálni az energiát. Figyelj, és akkor majd... Ott van, tessék! Hatalmas nagy kék lufit csinál belőle. Az biztos. Hát 5000-es power levelje van a srácnak, érted? Azért ekkora kis labdába nem fér bele csak úgy. Na? Mi lesz a haditerve ez a labdával? Elrohan vele, és megmenti a világot. Nézzek, azok meg közben gyepálják egymást természetesen. Soha véget nem érős fájt. Na most mi van? Most eldobod vagy? Mit csinálsz? Na ez ki lesz? Ki lehet ez? Ja igen, az öreg mester. Pinkai, az lesz az. Sono genkidama wa chikyu juu no negai o atsumeta tama da toyukoto o shire. A bőnkésző előzmények nehogy megtudja. Ezt most nem értem le, Dirty Lord, de biztos vagyok benne, hogy a poén ül, mert te nem szoktál csak úgy ilyen egyszerű poénokkal gurítani. Úristen, érzi a bőrén az ördögi energiát. Na? Figyelj, röpül a laszti. Hopp. Uha. Oda légy. Aj, egy testcsellel kivédi. Hoppá. Ja, igen, nem fogja megsérteni a gyereket, hogyha nincsen gonoszság a szívében. Van neki? Hoppá. A kutya úristenét, de elkapta. Eltalálták a lasztival, aztán már remeg is a test a görcstől. Na, boldogság van? Yeah. Na. Hát essék. Nézze, mekkora kráter maradt utána. Nekek, hogy ezek mindig fölélednek, ilyen nincsen, komolyan mondom, hogy ezek nem tudnak végre egyszer megdögleni. Hatszor agyon kell verni őket, és még akkor se. Nem tudom, ez komolyan mondom, a jó és a rossz örök párharcát szimbolizálja, mert ugye az univerzum energiái és a mérleg nyelve kiegyenlítődik, meg mit tudom én, hol az egyik győz, hol a másik, ennek meg szőrös farka van, az meg nem tudom mit akar a labdával, hát szóval nem értem. Mi fog itt történni? Hát itt extázis lassan. Júj! Nagyon nagy állat! Úristen! Hát igen, ez a kisrác bizony, amikor átalakul. Csak a farkát, ne! Ne! Leterít a testével! Az... De most mi lesz, hogy levágta a farkát? A farok nélkül horgászni se tud. Hova lett a kisfiú farka? Természetesen egy SS fájtot láthattunk, rendben van, de most mi lesz a gyerek farkával? Vetődik föl a kérdés.
Ez kb. Olyan srácok már, mint hogyha az Endgame lenne, vagy nem tudom. Most elővette basszus azért a Gameboy-t. Gondoltam, még utolsó perceiben játszik egyet. Tett vissza. Na? Na majd most oda vész a karddal, az Uzi doboz kardjával. Nézd, megpróbál elmenekülni a kis Gani. Na figyelj! Micsoda? Mi most tényleg engedj el? De miért? Igen, hát hogyha elmegy, akkor visszanyeri az energiát, aztán visszajön megölni mindenkit. Ja, hát ide jött, ezt lemészárolt mindenkit, de hát... Meg kell állítanunk, mondja Krillin. Tudom, Krillin, de... Amit kérek, az önző. De tégy meg ezt szívességet. Hagyd életben. Miért kérheti ezt? Valószínűleg azért, mert nincsen gonoszság a szívében. Gondolom én, de lehet, hogy tévedek. Te még fenyeget is minket itt. Alig él, de fenyegetőzik. Ja, mi köszi szépen a követés, ilyen. Ne is, ne spoilerezzetek, teljesen az újdonság erejével hat, úgyhogy... Hát nézd meg, és hagytuk elbóklászni. Most őszintén megmondom, de kellett ez a fight? Ez az orbitális fight, mert komolyan annyit nyertünk vele, hogy páran meghaltak. Tehát, hogy így... Az mi az a macska ott amúgy? Kis macska nagy bottal jár, vagy micsoda? Na hát egyedül ő marad bizony. Piccolo is meghalódott vala. Szevasz, Fehér Viktor, jó estét. Nem arról szólt a dolog, hogy mennyit nyernek vele, hanem hogy megvédjék a földet. Hát de figyelj, hogyha teljes mértékben el akarták volna kerülni azt, hogy a Földnek baja essen, akkor lemészárolják Vegetát. Vagy hát a leves kocka nevűt. Hát ugye élve hagyták, mert ez egy elképesztően kemény morális dilemma. Dragon Ball が手に入るかもしれない。Nem tudom, de aranyos volt az a macska. Most bár túléltük ezt az őrületes fájtot, csak... Na? Nézd meg, várj, nézd, azt gondolja, hogy tud lurkolni, de nem tud lurkolni. Nem tud lurkolni. Ments, vár, köszönöm szépen a követést. Aha, tehát Gokunak terve volt Vortex. Na. Hát azért nem tudom, egy másik betűtípust el tudtam volna képzelni, de hát mindegy, nem baj, jó volt ez. Tehát akkor tulajdonképpen az első résszel megvagyunk, ha úgy tetszik. Most jön a best epizód. Hát, kíváncsian várom. Hány ilyen epizód van összességébe? Ha most így az elsőt azt megcsináltuk, akkor melyik lesz a következő? Nem tudom, hogy holnapra mi van a menetrendben, srácok, de azt hiszem, hogy GTA. Igen, oké. Okay. Olyan szívesen játszanám ezt tovább, de srácokkal megbeszéltük, hogy GTA-zunk, az is páratlan jó lesz, az biztos. Viszont szerintem lehet, hogy a...
nem, a csütörtöki napot se kellene ezzel tölteni, mert akkor meg megjelenik a jó öreg Deer Simulator, amit mindenképpen meg kell, hogy nézzek. Úgyhogy szerintem ez talán, hát vasárnap lesz folytatva. Igen, igen. A GTA nem maradja. Ja, tudom, azt tudom, hogy szeretitek, csak... Na mindegy. Na most akkor otthon vagyunk elvileg Csicsinél. Hmm? Biztos összeüt nekünk valami, Fini. Megőrülök a zenéjétől, komolyan mondom. Imádom. Na, kóstold meg, milyen az íze. Na, Kaylin Village. Kaylin Village-be kell megtalálni a fickót, akinek megvan ez a receptje. Amivel Csicsi majd össze tudja állítani nekünk az étrendünket. Ajaj. Jó, ez most nem annyira érdekes. Igen, el akarom hagyni a házat. Goku, illetve Gohan, hagyd el a házat. Elvileg... Ennek mi kell ahhoz, hogy fejlődjön? Ezeket begyűjtjük, mert ezek hasznosak lehetnek. Szerintem az intenzív fightok közepette hatalmasat fejlődött a csóka. Tehát mindenképpen nézzük már meg, hogy tudunk-e fejleszteni rajta. Nem hülyeség. Nézzük, mi kell ennek, hogy az kéne neki, vagy inkább az? Nem, az kell neki. Az nagyon kell neki. Mondom, az kell neki, oké. Az is kell neki. Az meg aztán pláne kell neki. Hát igen, az előző... Igen, most már nincsen elegendő orbunk. A kék orb kellene neki, és abból is 800. Jó. Már valaki itt izé... Ajaj. Valakit fájtolni akar, de ki az? És hol van? Ó, ki szörnyecske. Kék. Na nézzük az új meteor esőnket, hogy ez mennyire kemény. Nézd meg, hát vigyázz, hárman egy ellen, vagy hogy gondoltátok ezt? És még egy van belül. Opa, 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 opa. Hát ezek meg se kottyannak. Én nem lehet ma se kózni. Vagy ma senkózni, vagy mi a bánat ez? Jaj, védekezzél csak. Jó. Amit végeztél, az eredetileg a második fejezete volt az élek. Az első radic, a második fejezete, a harmadikat nem lövöm le. Tehát 3,5 kötője 4 rész van még előtted legalább. Jó. Jó. Na, azt mondja, hogy akkor megkeressük azt a fölkiáltó jelet. De hogy ennyire nem kéne elmászkerálni? Alma! Azaz, megvan az alma. Így lehet nagyon gyorsan almát gyűjteni, csak mutatom. Így irdatlan gyorsan gyűjtöd az almácskát, meg a pontokat, meg igazából mindent. Úgyhogy ezt érdemes szem előtt tartani, ezek tippek, trükkök a Dragon Ball játékhoz Tancsi bácsitól. Csak mutatom. Profik így csinálják amúgy. És néha még egy-egy őzet is elejtenek, hogyha jó kedvük van. Csak mondom, megöklözik a szarvasokat,
vagy mit tudom én mi ez, hol van, nézze, körbe rohangálja. Először mielőtt elejti őket, ezzel megzavarva az állatokat. És azoknak a pszichéjét. Na, elvileg oda megyünk. Itt lakik az az ember, akinek elvileg a receptje megvan. Na ki lesz az? Ő lesz az. Ő lesz a receptes néni. Neki? Jó. István, azért kell alma ezeknek az illetve ezeknek a játékosoknak, illetve ezeknek a karaktereknek, olykor-olykor megéheznek. Tehát mint a normális emberek, és akkor olykor elfogyasztanak egy-egy almát. Na, add ide ezt a receptet, ezt megyek. Igen, Etele, erre én is gondoltam, de nagyon jó lesz a Deer Simulator. Azt megmerem ígérni nektek. Tehát... jó lesz. Ja, ilyenkor ezt így oldják meg, Povi. Na nézzük. Keménynek hangzik. Na mire van szükséged? Valószínűleg kér valamit cserébe, nem? Oké. A hangokban. Na, nézzük. Itt is vagyok. És ott van. Meg is kaptuk a receptet. Nagyszerű. Jó. Valószínűleg vissza kell menni Csicsihez, aki elkészíti nekünk a tüttyölt ratylit. Ebből a receptből. Na. Mehetünk tüttyölt ratylit vacsorázni. Kicsit lerövidítjük, jó? Nem baj? Hát, mondjuk azért ennyire nem rövidítjük le. Csak egy picit. Úgyni. Tip. A questek és a sztorik előtt érdemes az orbokat felszedni zöld-piros-kék. Jogos. Jogos. És ami az utamban van, általában azokat föl szoktam szedni. Látod? Ezeket. Például. Meg az... ja, Istenem. Kis kötekedőgépek. Egyet sebez, nézd meg. Annyira kemény. Egyet sebez. Egyetlen egyet. Na. Szálljál már a földre? Na, meghoztuk a tüttyölt ratli receptjét. Na, egyből neki is lát. Hát figyeljetek, én nem tudom, tehát így... én beírem ezzel. Ez jó lesz, nem? Ó! Na, jaj, nem ilyen volt az Uzi doboznak a kezébe? Jó, legyen ez. Na várja. Hú, ennek most nagyon fog örülni, megnézzük, hogy ez milyen. Ó! Oh. Na, ez a híres tüttyölt ratli. Ezt kell megenni. Hogy gőzölök. Zabálj, te állat! Már hogy bocsánat. Most mi volt itt a feladat? Hogy így belakott, vagy... hát most már jobban érzem magam, az biztos. És most lefekszem a nappaliba egy kis rémrendes családot nézni, arra könnyen el lehet aludni. Jó legyél, Kiri Zebra! Ez nem menzáskoszt, Csúboly. Tehát... Csúbúboly... nehezen mondom ki, ne haragudj.
ez nem menzás koszt volt. Láttál-e menzás kosztot? Tudod milyen az? Megmondom én neked. Képzelj el egy ilyen hatalmas, egy moslékos földön, és akkor abból töltik kifelé, és így zubog lefelé. Voltam menzás. Jó, jó pár éven keresztül, hidd el, van benne tapasztalatom. Borzadály. Mondjuk én különösebben sose voltam úgy nagyon igényes így a kaják terén, de amit ott tettem, azt nem kívánom senkinek. Volt olyan, hogy átmentem néhány vizes zsömlér, meg parizerér a szemközti dedikált ezbe. A menzás szó nekem olyan, mint a valami súlyos betegség. Ja, igen, elég erőteljes. Na várjál, itt ezek jeleznek egymásnak, hogy hallak, igen, de ezek hogy kommunikálnak amúgy? Ezt valaki elmondhatna. Ezek megint tréningezni fognak, megint a képességeiket csiszolgatják. Telepátia során? Vagy útján? Oj! Oj! Hello, hello! Ismerem ezt a hangot. Az öreg King Kai lesz az valószínűleg. A hülye vicceivel. Úristen, valami nagy gonoszt érez a közelemben. Vigyázni kell bizony. Ő is érzi. Oh. Na, és ez mi lehet? Nem tudom, de ezt összeszedem. Ha elvileg ez az út vezet oda minket, ahol elképzelhető, hogy belefutunk valami nagy gonosz erőbe. Meg fogjuk nézni ezt a nagy gonosz erőt. Az anyád. Addig gyorsan összegyűjtögetünk pár orbot, ebből a kékből úgyis kell jó pár. Sálá, hecsalá. Ha nem mondjátok nekem, hogy nem gyűjtögetem az orbokat. Na gyertek! Gyertek, majmócák! Nézd meg, és kikerüli! Pedig még fejlesztettem is ezen a képességével, elég nagy az. Ne pajzsozzál már nekem, itt csak elodázod a véget. Teljesen felesleges. Hoppá! A szörnyű vég az így is úgyis lesújt rátok, tehát tök mindegy. Hass! Tessék, ennyi kellett neki. Ez szerintem nem lesz egy S-es fight amúgy. Már ki tudja. Na jó, de mégiscsak. Fodard el a nevem? Hát köszönöm szépen a követés, szervusz. Itt lesz a szélmalomnál nagy gonosz erő? Igen. Mackó pajtársékat ugye terrorizálják a nagy agyú szörnyecskék. Megvédjük a falubelieket. Na gyertek csak! Levegőbe küzdjünk meg! Hol máshol ugye? Ajaj, mennyi hátra, dodzsoljál!
Aha, tehát ezek azért keményebbek. Nem csak az éle pirosak, hanem mert hogy úgy keményebbek. Azaz, belefutott azért emberünk. Ennyi, kész. Megymártás és sült húsderék volt már. Igen, Drakó, de mondja, az egy tipikus, egy tipik menzás kaja volt. Emlékszem egyszer, még nem érkeztünk be az étterembe, mi volt a menzára, de már híre ment a suliba, hogy ne tudjátok meg, hogy mi van ebédre, és ilyen zöld, elzöldült arcú gyerekek jöttek ki meg velünk szembe, és képzeljétek el valami fehér, ilyen pürészerű, folyós valamit. Nem tudjuk, hogy mi volt az a mai napig. És mellé volt valami hússzerű akármi. Borzalmas volt. Borzalmas. A piskóta is csak ilyen, az jó, az viszont jó. Az viszont, azt nem mondd, hogy nem. Szevasz, Zero. Sálá, hecsalá. Nagyon rajta ragadtam ezen a zenén, bocsánat. Na, azt mondja, Kame House-ba kellene menni, elviekben. Ugye megnézzük, azt mondja, hogy hol is van a Kame House. Hol a Kame House? Úristen, mennyi mindent állokkoltunk itt most hirtelen. Kame House, az lesz az. Igen, a finom főzelék az valójában nem finom főzelék. Tehát roppant megtévesztő a neve. A risotto rántott hús az teljesen jó. Az teljesen rendben volt. Üdvözlök mindenkit a Béke szigetén. Hello. Na, azt mondja, hogy itt az öreg fogatlan Rosi Mester. Konnichiwa, Kamesumi-san. Most, hogy illendően köszöntöttük, megkérdezzük, hogy miért van az, hogy ilyen nagy ember ilyen nagy bottal jár. Gohanka. Bence Vuk köszi a követést. Na hát igen, jogos a kérdés, vajon hol van mindenki? Istenem, bár csak én is vehetnék egy ilyen szafari rövidnadrágot. Gyerekek, ez nyáron úgy szellőzik, hogy ultimate. Tényleg. Ultimate ability. Ja, tudok tréningelni is? Nem hülyesség, amúgy van ott egy ilyen training ground. Szevasz Hitman, szép estét! Történt valami? Valószínűleg. Láttam egy fiatal hölgyet. Micsoda? Gyakran Nishinomiyakoni itte morau tameni Kririn tachi no kari o mattorun ja. Sou nan desu ne. Ja, boku wa sagashi ni ikimashou ka. Oh, sore wa tasukaru wai. Ronchi-san wa tobikiri no bijin de no. Paama ga kakatta volume no aru. Göndör kék haja volt. Sore kara tank top ni tanpan no pichi pichi shita kakkou o shite oru koto ga ooi no. Hát ennek mi baja van? Elfáradt. Ja nem. Igen, egy nagyon nyugodt, kedves személyiség. Most már ebből egyből tudja. Hózi, ez a legfőbb ismertető jegye. Meg is keresi nyomban. De előtte még szerintem edzeni fogunk. Méghozzá egy nagyon gyorsat. Elvileg itt láttam egy ilyen training groundot. Az lesz az. Super Masenko!
És ez a Crushing Strike, ez de hányas szintű vagyok amúgy? 14-es? Hát nem rossz az. Aj, nem már. Hát nem vagyok, nem vagy, azért, mert nem vagyok 15-ös szintű. Ó, hogy szakadjon rá, evagonszar. Ja, hogy ezt még föl se vettük itt. Hát akkor srácok, nem tudok training grindozni, de ma hamarosan fogok tudni. Na, mit mondtak, hogy hova kell menni? Hú, basszus, elfelejtettem közbe. Hova? West City. Oké. West City. Az lesz az. Na, Zero, ne ízetlenkedjünk itt, légy szíves. Ah, micsoda menő nagyvárosi muzsika ez? La la la. Na várj, itt valami történt. Úristen. Ta-ta-da-dám, ta-ta-da-dám, ta-da-dám. Zseniális ez a zene, ezt komolyan mondom. Na várjál, valaki betámad. Ezzel biztos, hogy meg lesz a 15-ös szint. Mi van? Ti vagytok azok, akik rettegésbe tartjátok a falut? Ugye kaptok a pofátokra. Sá! Csálá! Hecsálá! Na, hol van a következő? Tessék, ezt szapogass! Hát ennyi, kérem szépen, ennyi. Figyeljetek, egy dolgot mondjatok meg nekem, hogyha mondjuk teszem azt, Gohannak nincsen szüksége a piros orbokra. Tegyük fel. Akkor, ha begyűjti őket, azt a többi karakter tudja használni? Tehát azokat az orbokat? Igen, elméletileg ilyen. Ó, na ez egy fontos információ, mert akkor tulajdonképpen nem kell nézni, hogy kinek mi kell, hanem csak gyűjteni, mint az állat. Ugye? Hát nagyon gyorsan meg lesz az a 15-ös szint. Jaj, ne! És kikerüli! A robot Johnny! De hogy ez azért egy erősebb típus, jó? Érdemes lesz résen lenni. Ajaj. Hát ez nem lesz egy SS fight, azt hiszem. Nem lehet csak úgy legyűrni őket. Na jó, mégis. Na, jó. Ezen kívül megy valami még? Zero? És mikor lesz Pikachu? Csak kérdezem. Te biztos tudod, mert ha valaki, akkor biztos, hogy te vagy az, aki utána nézett. Mikor lesz Pikachu? Azt hiszem, hogy meg is érkeztünk.
Ezek a fájtok meg ugye melléküldig XP-t adnak. Igen. Oha! Hát ő kicsoda? A szőkenő? Nem tudom, én kezdem azt gondolni, hogy a távol-keleten mindenki be van gyorsulva, de hogy minek köszönhető ez, a, ez az őrült rohanás? Hogy rájuk ijesztett? Nézd meg, a szőkenő. Az lesz az, igen. Igen. Kék göndör hajat mondott, és kívülről látszik, hogy... hogy aranyos. Igen. Dehogy agresszívak, csak fel vannak gyorsulva. Rettegésbe tartja őket a szőkenő. Nézzek, a fickó az például így retteg. Így. Így áll és retteg. Én nem tudom, így még soha nem rettegtem, hogy így álljak. Na. Na most már nem retteg annyira. És akkor a szeme van, mint egy busztükör. És tényleg? Na, figyelj! Ezeket most megállítjuk. Puszta mentális energiával, így oda csapunk. Na gyertek! Robotkáim. A végzet én vagyok. A rohadt életben. Ó, várjál, csak ezek erősebb robotok. Jóval erősebb robotok. Aha, tehát ezért kell beléjük rendesen, jó van. Ezt jó tudni. Mindig egyet bontunk le, az az öreg taktika, és akkor annyival kevesebben lesznek. Nézek, és nem kapja! Hát elmegy onnan, nem hiszem el. Lőjél, na, gyerünk. Még pörögni is tud a rohadék. Oké, egyel kevesebb. Jöhet a harmadik. Jaj! Úristen, de jó harcolok már, mi? Hát ezt például rosszul csináltam, mindig nem volt. Tessék, SS fight, egy az egybe. Kérdés se. Kétség se fér hozzá. Megmentettük a kékhajú hölgyet. Borzasztóan belemászott a fülembe, hogy a muzsika. Ellopták a térképét. És megpróbálja visszaszerezni? Oh, micsoda forró naci. Ne fenyítsed már őket, hát nem bír a vérével. Igen, dallamtapadásom van az Assassin's Kft. De az a baj, hogy... az, hogy folyamatosan megy a zene, az nem... írtja ki a fülemből, hanem tovább erősíti. Édes Istenem! Csubu Bolyhun, figyelj,
ez kőkemény. A menzára reagálva én egyszer földigi lisztát találtam a darástésztában, annyit mondott a konyhásnő, hogy tedd a tányér szélére. Édesistenem. Láncsi a oreda! Na, hello! Hát ő lesz. Ő lesz az. Nézd meg, Gohan egyből beterpesztett neki, hogy... Na most nézd meg, itt demózza a képességeit már, hogy értitek, mire gondolok. Na, most jól megnéztél magadnak? Nem vagy, hogy alacsonyabb vagyok egy picit? Jó. Demo, a új kami datte... Iroiro zizogán, de jó. Hát ez bonyolult, igen. De kapcsolati állapot... Na mindegy, hagyjuk. Na, adod azt a rohadt térképed. Jaj, de... Ajaj. Micsoda ribillió, egy térkép miatt. Jó, abba hagyom most már tényleg. そうなんですね。 今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。 Az biztos, hogy beléd szeretett. 1000%. Na. És akkor most mi van? Vagy mi történik? Zánkán ütörőtáborban volt egy tábor. Ütörőfaluban volt egy tábor, a konyhásnő előttünk. Ne. Bendi, ne viccelj velem. Ne viccelj velem. Hát ezt el se akarom hinni. Mentek egy kőkeményet, jó? Ez lesz az. Úgy, de bizony. Hát vannak még szlotok bőven. Hát ma is hatalmasat fájtoltunk, srácok. Várjál, azt mondja, hogy ez legyen az. Kedvenc muzsik.